Sziasztok, Szabó Sándor vagyok, újfejtett CV Propos álláskereső, és szeretném veletek megosztani néhány gondolatban azt, hogy hogyan kerültem kapcsolatba Temesvári Sándorral és a CV Proppal. Tavaly 2014 májusában vettem fel a kapcsolatot először velük Skype-on keresztül, és Temesvári úr mint egy fél órás beszélgetés során abszolút korrektül és tisztán elmondta, mik a lehetőségek, mik a mutatók és mik a munkavállalás szépségei a külföldi munkahely kapcsán. Nagyon sok információt gyűjtöttem be a Facebookon, illetve a CV Prof oldalán, mire meggyőztem magamat nyilván arról, hogy egy olyan céggel fogok kapcsolatba lépni, aki maximálisan az érdekeimet szolgálja, és azon van, hogy én minél sikeresebben és minél hamarabb tudjak majd állást keresni külföldön. Megnyitottok mindenkit, hogy aki a CV Prof-val lép kapcsolatba, és a megbízást megadja a számukra, az a maximálisan a legjobb döntést hozza meg majd. Nos, augusztusban újból felvettem a kapcsolatot Sándorra, ez azért történt időben később, mert az akkori munkáltatóm a szerződésbe állta, és így gyakorlatilag hamarabb nem is tudtam lépni. Ekkor beiratkoztam Sándor javaslatára egy speciális német nyelvű tanfolyamra, hiszen gyakorlatilag német nyelvet soha nem tanultam, mondjuk azt, hogy egy szót sem beszéltem. Ez a tanfolyam ugye novemberben elkezdődött, és 5 héten keresztül tartott, saját lakásomból Skype-os alkalmazás segítségével, heti 3-szori alkalommal, alkalmanként mint egy másfél órát vett az igénybe, tartották meg a német nyelvórákat. Tanárnőnk Varga Zsuzsanna, köszönet és főhajtás neki, rendkívül kitartó és rendkívül türelméért, gyakorlatilag aztán 8-an vagy 9-an voltunk a tanfolyamon, mindenki saját maga dönti el, hogy mennyit fog hasznosítani ebből a tananyagból. A tananyag az van bőven, tanulni lehet. Maga a tanfolyamnak a tematikája felépítése rendkívül jól ki van találva, jól össze van rakva. Egyértelmű magára majd a későbbiekben a álláskereséshez kapcsolódó telefonos interjú az, amire úgymond ki van hegyezve maga a nyelvtanfolyam. Fontos, tanulni kell mindenkinek, hiszen anélkül nehéz lesz kint a német nyelvterületen munkát vállalni, hiszen a feladatokat, a napi munkában az utasításokat meg kell érteni, és hogyha ez nem megy, akkor valószínűleg előbb-utóbb a munkáltató türelme is el fog majd fogyni. Nos, miután sikeresen elvégeztem a tanfolyamot december végén, így januárban Sándorral közösen elkészítettük a pályázati anyagomat, ami abból állt, hogy egy német nyelv önéletrajzot készítettem, illetve a megfelelő ajánlólevelet referenciát beszerezve, Sándor elkészített egy nagyon profi levelet, amit 5000 szállodának küldött szét Ausztriában, Németországba, és ezekre kaptam a levelező fiókomba a válaszokat. El kell mondjam mindenképpen, hogy január végén pályáztam, ami gyakorlatilag a téli szezonnak a kellős közepe. Sándor felhívta rá a figyelmemet, hogy nem lesz könnyű, ebben igaza volt, de végül is megjött az egy ajánlat, amire ki tudtam utazni Innsbruck mellett egy Ibius nemzetközi településre, ahol egy 4 csillagos szállodában konyhai kisegítő, illetve mosogatóként kellett tevékenykedni. Körülbelül 8-10 levélváltás volt, illetőleg egy telefonos megerősítés a végső döntés előtt, hogy az utazás mielőtt lezajlik, akkor már az potyára jöjjek ki Innsbruckba. Megérkezésemet követően gyakorlatilag személyzettel, amikor találkoztam, kizárólag magyar kollégák voltak, ami részben pozitív volt, nyelvtanulás szempontjából abszolút negatív, hiszen németül kommunikálni csak az osztrák szakáccsal kellett, aki viszont abszolút segítőkész volt bármiben, tehát hogyha nem értettem a feladatot, megmutatta, tehát nagyon segítőkész volt, köszönet érte neki is. Tök kellemes 6 hetet töltöttem el, sajnos csak azért 6-ot, mert rövidebb lett a szezon, mint előzetesen azt jelezték, így március 10-én haza kellett utolcak Magyarországra, viszont annak ellenére 10 napot dolgoztam, a szabad napaimat, az időrányos szabadságot és a felmondás időben kifizetve egy egész havi bért kaptam márciusra is, tehát gyakorlatilag az első munkahelyemről nagyon pozitív élményekre gazdagodva értem haza Magyarországra. 2-3 nappal később ismételten felvettem a tanfolyamot Sándorral, a kapcsolatot, bocsánat, hogy szeretnék egy nyári munkát minél hamarabb kapni. Éppen ezért egy kicsit módosítottunk a meglévő levelezésemen, illetőleg becsatoltuk azt az osztrák ajánlólevelet, amit kértem az első munkahelyemről, ami viszont nyilván nagy segítség, ha már valaki egyszer eltöltött bármennyit Ausztriába.
És hát a pályázatomat követően rengeteg ajánlatot kaptam, nagyon sokat, többnyire május-júniusi kezdéssel, de én nem szerettem volna ilyen későn, szerettem volna mi hamarabb elkezdeni a munkát. Jött is egy ajánlat, ami 2 hétre szólt, és ezt elutasítottam buta módon, amire felhívta Sándor a figyelmemet, hogy ez bizony talán pénz, ezt nem szabad tenni. Így hát felvettem a kapcsolatot ezzel a szállodával, hogy Vorarlbergben, Lechamber nevezett településen van egy 4 csillagos szálloda, és gyakorlatilag ki is utaztam a rövid időn belül, ahol 2 hetet töltöttem, nagyon klassz körülmények között 4 osztrák szakáccsal, egy osztrák konyhai kisegítővel dolgoztam együtt, 2 magyar kollégám volt, egy házmester, illetőleg egy pincér srác, köszönöm mindkettőnek a segítséget, amit tőlük kaptam, és a tényleg a gyors beilleszkedésben, amit nyújtottak. 2 hét alatt nagyon sokat dolgoztunk, de megérte. Egy havi bérrel a zsebben. Hazafele indultam, de közben ugye folyt a pályáztatásom, és beesett egy ajánlat, április 18-ai kezdettel, Wolfgang Zé partján fekvő, Ábel Zé nemzeti településen egy 3 csillagos szállodába kaptam ajánlatot, házmester és mosogatói munkakörbe. Tárgyokon gyorsan 3 napot otthon eltöltöttem, megmelegettem egy kicsit, és utaztam vissza Salzburgtól, mint egy 30 kilométerre vagyok jelen pillanatban. Éppen szabad napomat töltöm, most ugye ezt a videót próbálom összeállítani mindenki számára, hogy elérhető legyen. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, tehát megint csak a nyelvre tudok visszakanyarodni, illetőleg a CV Pro-kra, és az őket erősíteni nagyon fontos. A jó felkészültség, tehát magából, a munkáltatókból, mik várnak ránk, mit kell tenni, amikor kijövünk, hogy tudunk egy telefonkártyát venni, hol tudunk egyáltalán bejelentkezni. Ezek olyan apró dolgok, ami az ember nem gondol, amikor otthon van, és ezeket a CV prof, abszolút profi módon megtanítja, nekik is rendelkezésre állnak azok a segédanyagok, amik gyakorlatilag, ha éppenséggel nem teszünk be, fölítjük, megnézzük, elolvasjuk, és már is kicsit könnyebb. Itt feltétlenül augusztus végéig leszek a nyári szezon végéig. Még a szezon nem indult el, nem sokára azért tárházunk lesz, és hát csak a munka. De hát ezért jöttünk, tisztességes bérért, tisztességes munkát is várnak el. Itt ebben a szállodában jelen pillanatban egyedül vagyok magyar, ami azt jelenti, hogy itt dolgoznak a nagyszülők, az unokák, ez egy teljesen családi vállalkozás, és mindenki gyakorlatilag reggeltől estig a szállodában serénkedik. Nagyon sok mindent lehetne még mesélni és elmondani magáról, Ausztriáról, a munkáltatókról, a munkavállalásról, a körülményekről. Azt gondolom, ezt mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia, és két munkahely sem egyforma. Éppen ezért azt gondolom, hogy én a legjobb kezekbe adtam a sorsomat. Tehát ez a videó magyarul nem jött volna létre, ha nincs a CV Prof és nincs Temesvári Sándor, akinek olyan sok éves tapasztalata van az ausztriai munkavállalás terén. Éppen ezért javaslom mindenkinek, hogy aki ebben gondolkozik, kizárólag őket keresse. Bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen állok a rendelkezésre a CV Prof oldalán, vagy akár a privát Facebookon sírhattok, és remélem, hogy mindenki számára kielégítő választ tudok adni. Gyakorlatilag mindenkinek jó álláskeresést, jó tanulást kívánok. Hajrá, CV Prof. Sziasztok!